Most itt egy igazi, hát lehet, hogy mind a ketten megsértődnek, Rabló Pandúr találkozóra kerül sor. A Tilos éppen 20 éves, és ebből az alkalomból fültanúi lehetnek önök is ennek. Most nem. Valaki nem először találkoznak? Már a bíróságon muszáj volt. Ja, hogy már a bíróságon találkoztak. Aha, örülök, hogy kellemesebb légkört sikerül most talán. Ott is azt kell mondjam, igen. Most azt látjuk, ha elfordítom az antennát, hogy változik a jel erőssége, és hát ennek alapján kell behatárolni a pontos helyszínt. Akkor én most elindulok. Jó, nézzük. Ilyen tutyimutyi kalózok voltunk, hogy a Garacit idézzem, hogy nem akartunk a pápa látogatás napján kezdeni. Meg gondoltuk, hogy akkor nem tudom, rosszabb fejnek tűnik, vagy nem tudom, jobban figyelnek. Hát egyrészt utánunk fordulnak, benzinkútnál megkérdezik, hogy miféle gyanús tevékenységet folytatunk. Rendőrautó volt, hogy menet közben mellém jött, mutatta, hogy tekerjem le menet közben az ablakot, és mondjam meg neki, hogy ez mi. Utoljára nem kellett rendőrt hívnom, de hívott a ügyfél, hogy én fogom őt zaklatni valószínűleg, és aztán a rendőr miután kiérkezett, akkor én nyugodtam meg, és utána lehetett végül is megcsinálni magát a mérést. Természetesen volt is, amikor már adtunk nekik olyan ötleteket, hogy torz túlvezérlődik, különböző ilyen problémákat jeleztük. Mi tudtuk, hogy ez idézőjelben háború, mert azért nem használnak ilyen nagy szavakat, de hogy a végén kezet fogunk fogni, mert nem az volt, hogy fú, de utálok, mert paraszt vagy. És most tudom demonstrálni ezt a zavarjelenséget, amikor a mobiltelefonomon hívást kezdeményezek, akkor megjelenik az én jelem a sávban. De az egy olyan elnyújtottabb. Igen, és azt a jelet zavarja ez a készülék. Aha. Miután gondolom kellően jó megszervezett figyelő szolgálat volt, mikor a közelében értünk, akkor lekapcsolták az adót. Ezt mi egész biztosak voltunk abban, hogy 100 méteres körzeten belül kell, hogy legyenek, mert a mért adatokból ez egyértelmű. Minden sarkon volt valaki? Nem. Rádió. Tehát lehallgattuk őket. Hoppá! Na ezt tudták? Volt róla sejtésünk. Akkor, hogyha egy kalózrádió elindul, nagyon sok más rádiónak az üzemét zavarja. Akkor, amikor az embernek akadozik a rádiós egere, az egy viszonylag könnyen kezelhető állapot. Akkor, amikor mondjuk a repülőgép irányító rendszerének a kommunikációját zavarja valami, az egy kritikusabb. De a kalózrádió tud olyat? Tud a kalózrádió is olyat okozni, elsősorban azért, mert mondtam, hogy bonyolult szabályrendszer az, amelyik megmondja, hogy hova milyen adót lehet telepíteni, és azok, akik kalózrádiókat üzemeltetnek, vagy lustaságból, vagy műszaki tájékozatlanságból, legkülönbözőbb okokból, ezt a bonyolult szabályrendszert nem ismeri. Megbeszéltük, hogy nem fogunk kalózkodni, és akkor majd kapunk frekvenciát. Mi végül is rádiózni akartunk ez egész, nem azért álltuk, hogy kalózrádiót csináljunk, hogy hú, az milyen menő lesz, hanem hogy csináljunk egy rádiót, mert hogy nincs olyan rádió, ami magunk féléhez szólna. Ha akar valaki rádiózni, annak van hivatalos útja, lehet kisközösségi rádiót létrehozni, ez viszonylag egyszerű, és engedéllyel.